A Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület minden évben tábort szervez a város gyermekeinek. Az idén két tábor megszervezése is feleslegesnek bizonyult. Az előző évekhez hasonlóan pályázati pénzből tudták volna megtartani a tábort, de a veszélyhelyzet miatt minden beadott és nyertes pályázatot az alapkezelő visszavont. Sajnos a táborokkal kapcsolatban nem úgy alakul az élet közbeszólt, nem úgy alakul a dolog, mint ahogy mi azt elterveztük. Az idén több pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor alapkezelőhöz, egyet, mint Német Nemzetiségi Önkormányzat, egyet pedig, mint egyesület. Mind a két táborunk pályázatunk nyertes lett az idei évben is, de sajnos a járványhelyzetre való tekintettel az alapkezelő a kiírt pályázati kategóriákat visszavonta, elmaradnak, ezért a táborokat nem tudjuk megtartani. Egy táborra azonban készülünk az idei esztendőben is. A város kérésére próbálnánk a családoknak, szülőknek segíteni, és a gyerekeknek egy hetes táborozási lehetőséget, picit táncot tanulva biztosítani itt Bátaszéken a művelődési házba. Ez július 27-től 31-ig lesz, ahol várjuk a jelentkezéseket, akár a művelődési házba, akár az egyesület vezetősége irányába. Hát ez hagyományosan ugye úgy szokott lenni, hogy az egyik tábor, amit az önkormányzat pályázott, az egy hon és népismereti tábor lett volna, ahol hát a német nemzetiségi kultúrával ismerkednek játékos formában is a gyerekek, remek kézműves kreatív tábor lett volna, egy nyelvi tábor, a másik tábor. Ide minden évben nagyon-nagyon sok gyerek jelentkezik. Elsősorban a 20 fős korlát miatt nem lehet ezt megtartani. Ugye nehéz erről beszélni, de ki az a gyerek, akinek azt mondjuk, hogy maradjon otthon? Ki az, aki jöhet, ki az, aki nem jöhet? Forrásokat elvonták, tehát ezt így nem fogjuk tudni mi megtartani. A táborok javarészt ingyenesek. Az egyéb drágább kirándulásokra vagy programokra szoktak önerőt kérni a szülőktől, de ez is csak pár ezer forintot jelent. Az étkeztetést, a foglalkozásokat és egyéb szolgáltatásokat viszont ingyenesen biztosítják a táborozók részére. A táborok elmaradása sem hátráltatta az egyesületet, nem tétlenkednek, hiszen van mit bepótolniuk. Az egyesületi élet azért zajlik, mert az élet az olyan, hogy élni szeretne. Összejöttünk néhányan, az egyesületi klub udvarát kitakarítottuk, tehát próbáltunk valami hasznosat is tenni, így a karantén napjai alatt és ideje alatt. A trianoni megemlékezés, tehát a városi megemlékezésen részt vettünk. Pályázati ellenőrzések zajlottak, tehát annak ellenére, hogy a pályázati kategóriát visszavonták, kategóriákat, de az előző évi már lezárt pályázatoknak az ellenőrzése folyt, több pályázatunk volt így, ami ellenőrzése került, és aztán dicsérettel le is zárta ezt minden alapkezelő. A BMI-hez, a Németországi Belügyminisztériumhoz pályáztunk, ahol a bírálat megszületett, de papírra még nem került minden, tehát erről még csak dióéba beszélnék, nyertes a pályázatunk. Bízom benne, hogy a közeljövőben Bátaszéken nagyon klassz dolgok fognak ismét készülni nemzetiségi vonatkozásban. Egy regionális találkozó helyet szeretnénk kialakítani Bátaszéken. Tehát mindenképpen ifjúság számára egy remek szabadidő eltöltéséhez kívánunk lehetőséget biztosítani. Készülnénk a bornapokra, tehát bízunk abban, hogy szeptemberben meg fogjuk tartani a bornapot, ahol az egyesület mindig hagyományosan a felvonulásra traktordíszít, zsíros kenyeret, bort kínál, és hát egy rétes udvarral is kiállnánk. Ugye pünköstkor elmaradt sajnos a rétes fesztivál, nem tudtuk megszervezni a járványhelyzet véget, ezért úgy gondoltuk, hogy mentenénk még a menthetőt, tehát szeptemberben azért a rétesünket kínálnánk a tisztelt érdeklődőknek. November 7-én kerülne megrendezésre az áprilisban elmaradt Glöckner Fesztivál, ahova a megyéből várjuk azokat a tánccsoportokat, akiket annak idején még János bácsi tanított, János bácsi nevelt. És hát tervezzük az egyesület hagyományos programjait, mint ősszel a kirándulást, illetve a hagyományos vábdisznóvágást is szeretnénk majd télelején.